Kásler Miklós elmondta, oltóanyagellátási nehézségek megelőzésére magyar kormány döntése alapján 2017-ben megkezdődött a nemzeti oltóanyaggyár megvalósítása. A nemzeti oltóanyaggyárban előállított oltóanyagok garantálják majd a hazai ellátás biztonságát, ezzel megszüntetik Magyarország függőségét az importtól és annak bizonytalanságaitól, tette hozzá. A tárcavezető kifejtette, 2020 márciusában kezdeményezte a COVID-19 ellenes magyar vakcina kifejlesztését az EMI háttérintézménye, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem együttműködésében. Szakembereink az élő koronavírus megfelelő biztonsági szintű laboratóriumi körülmények között kutatják, tette hozzá. A miniszter közölte azt is, első lépést a prototípus vakcina kifejlesztését, preklinikai vizsgálatok követik, majd el kell végezni a humán klinikai vizsgálatokat is, ezt követi az engedélyeztetési eljárás. Ennek eredményessége esetén forgalomba lehet majd hozni a COVID-19 elleni vakcinát, mondta. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatni fogja az embereket a kutatás szakmai eredményeiről. A kormány korábbi jelzése alapján hazai koronavírus elleni vakcina várhatóan 2022 második felére készülhet el. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1.397.342 fő a beoltottak száma, ebből 406.746 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. 3456 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 532.578 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 195, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17.421 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 359.061 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 156.096 főre emelkedett. 10.284 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.167-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben ütemezetten zajlik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán. A veszélyeztetettségünk miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, ma újabb kínai vakcina szállítmány várható.